Sajnos ismét veszélyben vannak az idős emberek, hiszen újból felbukkantak környékünkön az unokázós csalók. Előfordult az elmúlt napokban a területünkön ismételten ilyenfajta telefonhívás. Mindig az idősek a célszemélyei ezeknek a cselekményeknek. A csalók, ahol csak tudják, kihasználják az idősek hiszékenységét. Őket nagyon könnyen félre lehet vezetni, nagyon könnyen megijednek, pánikba esnek, és mindenáron segíteni akarnak. A telefonáló általában valamilyen közeli családtagnak a bajba jutását közli telefonon, vagy hogy ő szenvedett balesetet, vagy ő okozott valami problémát, és ennek a megoldása mindig pénzbe kerül a telefonáló szerint. A dolog lényege az, hogy az otthon lévő készpénzt, értéket kellene eljuttatni ezeknek a csalóknak, és a módszer a legutóbbi telefonhívások alapján az az, hogy most már postán kellene egy megadott számlaszámra ezt a pénzt elküldeni. Viszont jó hír, hogy egyre kevesebb a károsult, mert időben felismerik a csalást. Ez köszönhető annak is, hogy szerintem az országos média is sokat foglalkozik ezzel a kérdéssel. Általában bemutatja, hogyha ilyen cselekmény elkövetőit elfogják, és ebből is tanulnak. Én azt gondolom, hogy itt nálunk a sok próbálkozásból egy volt eredményes, úgyhogy talán ezt elég jól eljuttatjuk ezt az információt az idősekhez, de kell róla beszélni rendszeresen, mert nem tudjuk, hogy ez mikor fog újra fölbukkanni, de hogy a területünkön vannak ilyen telefonhívások, az egészen biztos. Nem mindenki juttatja el ezt az információt hozzánk, de szerencsére van, aki elmondja, hogy volt ilyen hívás, ráismert, tudtam, hogy ez szélhámos, és egész egyszerűen leteszik a telefont.